Hát a székelyföldi legendáriumról már egy korábbi műsorunkban szóltunk, és beszélgettünk is Fazekas Szabolccsal, az ötletgazdával, de ezért nem árt föleleveníteni, hogy hogy is született ez a fantasztikus játék és ismerethalmaz, amit önök most már az elmúlt években több iskolába eljuttattak, Erdélyben is, Magyarországon is, sőt, már a Vajdaságban is, úgy tudom. Sőt, tengeren túlra is, Kanadába, Egyesült Államokba, sőt, már Ausztráliába is sikerült eljuttatni. Tehát tényleg igyekszünk a székely kultúránkat minél több helyre, nemzetközi szinten is ugye népszerűsíteni. Kezemben van egy kiadvány, egy EU-s kiadvány. Azt hiszem, hogy ez volt az ötletadónak, ugye? Hát igen, annyira nem is ötletadó, de inkább zavart minket az, hogy ebben a kiadványban, ugye, amelyet iskolákban szórtak szét az Európai Unióban, egyáltalán nem szerepel az, hogy Székelyföld, Szászföld, törökök, huculók, tehát ugye Románia elég színes, tehát sok nemzetiségből áll, és ezek mind lemaradnak. Tehát látható ebbe a könyvben, és ott van Drakulának a története, de azért nem szabad elfelejteni, ezért azon kívül még ugye csak Székelyföldön 156 monda és legenda található. És nekünk ugye az volt a célunk, maga a rajzok is, ugye úgy szerkesztettük meg, legyen egyedi, egyszerű, gyerekeknek könnyen ugye használható, tehát hogy figyeljenek fel ezekre a történetekre, és hát ugye összegyűltek a szövegek, ugye több segítséggel, tehát a televízió nézői is, igen, segítettek, megjelentettük a könyvet, térképet. Most jelen pillanatban angol nyelvű fordításon dolgozunk, hiszen nagyon nagy az érdeklődés, tehát idegen országokból is, és mégis ez a lényeg, ez a cél. Mekkora gyűjtőmunka ez? A gyűjtőmunkát... Ez mindig így, már Benedek Ede, Orbán Balázs elkezdte, itt mi inkább befejeztük, legendáriumba helyeztük az egészet. Ugye nagyon sokan dolgoztak ezzel, foglalkoztak ezzel a témával, mi inkább egy ilyen összeegytett, volt mondom, nézők küldtek be történeteket, néprajzosok is segítettek. Itt inkább nem is a gyűjtés volt a lényeg, hanem maga a tárolás. Az összerendezés, igen. Szabolcs, szó volt arról, hogy már hova, mindenhova eljutott ez a kiadvány, illetve ez a munka, hol hozzáférhető. De az interneten a világ bármelyik pontjáról rákattinthatnak, ugye? És beszünk arról, hogy az internetre, hogyha valaki rámegy, akkor mi mindent talál, mert ott színes képektől kezdve a hangos megjelenésig minden van. Igen, tehát a honlapunkon ugye meg lehet hallgatni ezeket a történeteket, ugye székelyudvarhelyi kollégák felmondták ugye a hangolámondással, és szabad rá. Márton Erika fantasztikus rajzaival, festményeivel. Igen, az Márton Erika megfestette, és akkor Cseke Tímia és János Levente, ők voltak azok, akik ebbe a formában digitalizálták, hiszen nekünk nagyon fontos volt az, hogy ilyen digitális formában jelentessük meg, ugye könyv, ugye hamarosan a rajzfilm, interneten is, tehát könnyen használható figurák kellettek. Egész szép számú csapat dolgozik rajta, és mindenki tehetséges fiatalok, úgyhogy... A könyv idén jelent meg, hogyha jól tudom. Igen, áprilisban jelent meg, és jelen pillanatban, tegnapi nappal 9000 könyv már ott van magyar családoknál, úgyhogy ez egy elég szép szám, amelyből 1000 könyvet, mondom, tehát 800 könyvet iskolákban osztogattunk szét, és 200-at így árvaházaknak, szegényebb családoknak adtunk oda ajándékba, amit... Nem csak könyvek, hanem térképek is, ugye? Mert ez igen. Egy ilyen tájékoztatást is. Ez kettő, ugye, egy csomagba. Szabó, szerintem ennek a tudásnak az a lényege, hogy fel is tudjuk használni. Játszunk. Itt a két nagyon édes kislány, egy nagy dobókockával. Úgyhogy gyertek, lányok, mi elhelyezkedünk, és a Szabolcs pedig el is magyarázza nekünk ennek a játéknak a lényegét. Itt bejárjuk egész Székelyföldöt, és megismerkedünk most a ti segítségetekkel. Igen, tehát ezt a játékot ugye kiterítettük a hétvégén a várba is, és nagyon sok kisgyerek, sőt a japán gyerekek, ugye turisták gyereke is ott voltak, és tudtak játszani rajta, nemzetközi, látszik, hogy már nemzetközi esítve. Mi minden történik itt az állomásokban? Gyertek, próbáljuk meg, indulj, gyertek, álljatok fel ide szépen a karikát, egyet dobjatok, egy számot, és akkor eljuttok. Itt aranyos székről indul a történet, aztán ugye maros szék, gyergyó szék, három szék, udvarhely szék. Hoppá, már is hatozottál. Nagyszerű. Gyere, szépen, egy, kettő, három. Öt. Igen, 5 és 6.
ide kéne állni, és na itt most a, mi a feladat? Itt a hatosnál, az úgy van, tehát úgy készítettük el mindenik, minden lépésnek megvan a maga története. Itt a hatos számú történetnél kell segíteni ugye Csergő Katának, ez egy székelyföldi mondáról van szó, ugye itt legyőzi a tatárokat, ez egy hőslány, ő egy hőslány, és hát kell neki segíteni a harcba. És ez így le van írva, van egy ilyen használati útmutató a játékhoz, ahova lépnek a gyerekek, ott mindig föl lehet egy mondatot olvasni maga, hogy tényleg, hogy hol van, mi történik, és a nagyon szép. Gyertek, csak kettes dobtál. Igen. Igen, a nyolcason. Nem. A lépést kell számolni. Nyolcason mi történik, Szabolcs? Tudod, te fejből ezt? Lássuk. Igen, itt integetni kell a székely harcosoknak, akik mennek aranyos székre, ugye a tatárokkal szembeszállni. Ez a búcsúpadnak nevezik, ott van Marosvásárhely határában. És ez így szépen a minden lép, tehát mindenik lépésnek a monda és a legenda tartalmától függően, ugye pozitív, negatív, kicsengésű. Gyere szépen. Igen. Így, és mondjuk ide a 12-esre, Szabolcs, itt a feladat. Igen, itt vannak Hilipiné fiai, itt éppen verekednek Gyergyó széken, ugye ilyen a rossz legények, és itt ki is marad egy körre a játékból, úgy van. Szállítva a szabályzat. Így van. Akkor most te dobsz. És itt igazából hány évszázad legendája és történelme elevenedik meg ezen a táblán? Ez a tatárjárás időszakából van, tehát csak tatárjárásos történetek. A tatárítjom is a neve eznek a játéknak. Azok a mondák és legendák, amelyek ezzel kapcsolatosak, ugyanúgy, például itt van Csíksomlyói Szüzanya. Menjél nyugodtan. Mehetsz. És amelyik tetszik neked, most nem is kell dobni, nézzünk egy számot. Lépj rá egy karikára, és nézzük meg akkor, hogy ott mi történik. Nézzük, mondjuk most dobókocka nélkül. Igen, ez a feneketlen tó, ugye? És itt például ennek az üzenete, hogy itt kimarad a játékos egy körre, hiszen elsüllyed a feneketlen tóba. Csíkszentmiklós mellett. És itt van egy legény, aki azt rikkantja, igen, hogy tatárítjon. Igen, ez a gyimesi csángók rikkantották, amikor a tatár vész közeledett. És egymásnak kiáltották a hegyeknek, tatárítjon, tehát hogy ez volt a figyelmeztető. Itt például a Csíksomlyói Szüzanya látható, ő csodát művel a játékossal, és előre repíti. Vagy... Hát akkor nagyon sok tartalmas, izgalmas játékot még a székelyföldi legendáriummal. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és mindezt megnézhettük, és még sok jó játékot, ugye itthon és tulajdonképpen hát bárhol a nagyvilágban, ahova utazik ez a játék, mert utazik eleget. Ez egy szelet Székelyföldből, és tényleg akárhol elvisszük, a gyerekek Székelyföldön kalandozhatnak, és ez a lényeg. Nagyon szépen köszönjük, és akkor